Sziasztok, sziasztok! Nevem Gábor Lázs, és itt LG-nél vagyok, ahol az új K10 és K10 Plus van a kezemben. Kicsi a különbség, mert csak a RAM-ban van egy kis különbség, és a kamerában, de a kamera az országtól országra különböző, majd mindjárt erről többet. Három színben kapható, itt most éppen egy ilyen lilát láthattok. Komolyan fekete, ez matt fekete, ez kicsit jobban néz ki szerintem. És persze van a sötétkék is, az is eléggé szép készlék szerintem itt az LG K10-ből. Maradjunk a lilánál. És látjátok, itt ezen szép gyorsan fut az Android. Egy kellemesen nagy kijelzőnk van, még hozzá 5,3 inch, tehát egy kicsivel nagyobb, mint az 5,0 inches K8. De szebb a képernyőm, a oldalról nagyon szépen rálátok, nem lesz sötét, de kb. 50 euróval többek kerül, olyan 200 euró körül lesz a K10, de még nem mondtam meg pontosan, hogy mennyibe fog kerülni. Lássuk, hogy milyen Android verzió van rajta, azt még nem kerestem ki. Android 7.1.2, ebből lehet, hogy még 8 lesz, amíg megjelenik, vagy lehet, hogy kap egy update-et, ez persze még nem biztos. Lássuk, milyen kameránk van, tehát hátul mindig 13 megapixel, és az elején néhány országban 8, de néhány országban 5, de az 5 akkor egy széles látószögű kamera. Erről majd mindjárt többet, hogyha kipróbálunk, először nézzük meg, hogy mit tud még. Persze van egy mikrofon a tetén, az alján sima micro USB, nem USB típus C sajnos, de van felhatalmazott csatlakozónk, ami nagyon jó. És oldalt látjátok, ide jön már bele a SIM kártya, nem tudja már levenni a hátlapot, mert teljes fémből van. Tehát SIM kártya, micro SD az itt oldalt jön bele, hangerőszabály az a másik oldalt található, és hátul a kamera alatt itt van a bekapcs gomb, kikapcs gomb, ez egy rendes gomb, és persze új lenyomatolvasó is egyben, és itt lent LG logó és hangszóró. Lássuk a kamerát. Első kamera látjátok szép, ez most az 5 megapixeles verzió a széles látószöggel, ahol sima fotót tudnék csinálni, meg széles látószögben sokat több fél bele. Meg tudjuk fordítani, egy mozdulattal is látjuk, hogy itt majd a hátsó kamera 13 megapixellel teljesen kellemesen tudna ezt is fotót is lőni, és Full HD-ban majd jól is, jó videókat is tudom készíteni. Valószínűleg egy relatíve olcsó kis készülékkel, ami hamarosan megjelenik a piacon, hogyha még van kérdésetek hozzá, akkor persze írjátok a kommentekbe, 3000 mAh az aksia amúgy, ami nagyon jó, 5,3 inch-el 3000 mAh az simán, akár két napot is ki tudna bírni, szerintem is 80-as a processzor, tehát elég gyors is, de hogyha plusz vesztek belőle, akkor 3 GB van és 32 GB belső tárhely, amit tudok bővíteni, akár 2 TB-ig, de most jelenleg 400 GB a legnagyobb kártya microSD-ben, ha meg sima K10-et veszek, akkor 2 giga RAM van benne, és csak 16 giga belső tárhely, tehát egy kicsit kisebb a tárhely, de át tudom bele simán rakni, de lehet, hogy lassabban futnak majd az applikációk, nem tudtok játékokat olyan gyorsan betölteni, meg kisebb a RAM. Tehát akkor inkább pluszot vegyetek, hogyha nem csak csetelni, meg egyszerű dolgokat akartok csinálni. Köszönöm, néztetek, nevem Gábor Lázs, ez volt itt az LG K10, meg K10 Plus, hogy nem tartója, legközelebbig, és sziasztok!